Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Hétfőn este egy kamion hajtott egy karácsonyi vásárba Berlinbe. 12-en meghaltak, 48-an megsebesültek. És amit eddig tudunk az elkövetővel, az elkövetéssel kapcsolatban, az az, hogy mindenki egyértelműen terror cselekménynek minősítette az eseményt. Viszont egyáltalán nem tiszta a kép abban a tekintetben, hogy vajon terrorszervezet, magányos elkövető követett el mindazt, ami történt, mindazt a vérfürdőt, ami történt tegnap este Berlinben, hiszen azt azért már tudjuk a terroristákról, hogy többnyire olyankor büszkén szokták vállalni tettüket, hiszen ez a céljuk, hogy felhívják magukra, szervezetükre, az ügyükre a figyelmet. Végi József a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor mire gondolhatunk? Tehát, hogyha nem ez, vagy nem tipikusan ez, akkor mi? Kezdjük ott, hogy van egy cselekmény, ami valamilyen módon végrehajtatott. Ez lehet akár egy paranoid álmoknak a cselekménye is, egy elmeleteknek a cselekménye, aki válogatás nélkül behajt a tömegbe és öl. Lehet célzott támadás egy terrorszervezet által elkövetve. Amennyiben terrorszervezet követte volna el, vagy terrorista követte volna el, akkor sem célszerű terrorista cselekménynek minősíteni, mert ezzel felértékelik magát a cselekményt és az elkövetőt. De a német hatóságok ezt mondták? Igen. Mindenesetre egyelőre a sajtóban ellentétes vélemények látnak ebben a pillanatban is napvilágot, ami arról szól, hogy lehet, hogy a DNS nem egyezik, lehet, hogy egyezik, ezek találgatások persze nyilván lehet igaz is, meg nem is. Egy biztos, hogy a cselekmény az utalhat arra, hogy igen, terrorista követelés, és terror cselekmény lehetett, de ebben az esetben sem minősíteni annak, inkább egy gyilkosságnak, egy szándékos elkövetett tömeges gyilkosságnak. Ez egészen biztos. Idáig biztos, én a terrorcselekményt azért emeltem ki, mert mondom, azt a hatóság már az első perctől kezdve azt mondta, sőt, szerintem Angela Merkel is erről beszélt. Viszont volt egy gyanúsított, már inkább múlt időben mondhatjuk, mert vele kapcsolatban meg már többnyire be is vallották nyíltan, szintén hivatalos német szervek képviselői, hogy hát tévedtek. Tehát még tegnap este egy 23 éves pakisztáni származású fiatalembert vettek őrizetbe, akiről most már azért nagy valószínűséggel elmondható, hogy nem ő volt a tettes. De tehát az, hogy nem egyezett a DNS-e, akkor ő rá gondoltát, hogy akit elfogtak... Nem tudni, hogy egyezik-e, vagy nem egyezik a DNS. De ezelőbb ezt mondta? Nem, hogy nincs meg a végeredménye még a DNS vizsgálatnak. Ja, hogy értem. Na, szóval, hogy ezzel kapcsolatban, vagy ezzel a férfival kapcsolatban viszont már azt mondták, hogy nagy valószínűséget tévedtek, és nem ő volt az elkövető. Innentől kezdve akkor tényleg nem tudom, hogy mi alapján mondhatjuk egy tömeggyilkosságra azt, hogy ez a nagy valószínűség egy terrorcselekmény volt. Hogy mikortól minősül egy cselekmény terrorcselekmény? Hát ugye a terrorcselekménynek az a küldetése, hogy valamilyen vallási ideológiai nézetre hívja fel a figyelmet, valamit hirdessen, kell nyilván a média felett hozzá, kell hozzá egy szervezet, amelyik mögé áll, és azt mondja, hogy mi követtük el ennek is ennek az értelme, ezt is ezt akartuk elérni, ezt akartuk elmondani, vagy ezt követeljük cserébe. Ezek a hírek nem szólnak arról, hogy lenne ilyen mögötte, tehát szervet vállalta volna föl. Annyiban sem kerek a kép egyébként, hogy elhagyja a helyszínt az elkövető. Na erről beszéljem. Hát általában ugye inkább feláldozzák magukat, hiszen akkor teljes értékű az ő nézetük vallású, szélséges vallási nézetük szerint a cselekmény elkövetése, amennyiben életüket áldozzák, tehát mártírrá válnak a cselekmény elkövetése során. Ez most nem következett be. Jó, ettől függetlenül azért voltak már szép számmal olyan terror cselekmények, amikor az elkövető nem áldozta fel magát, csak itt én azt feltételezem, és mondja, hogy igazam van, vagy sem, hogy a helyszín, az időpont, az advent, a karácsony, a keresztény ünnep és ünnepkörből kiindulva elsőre mindenki, és nem véletlenül arra gondolt, hogy ez egy iszlamista jellegű terrorcselekmény. Na már, hogyha iszlamista jellegű terrorcselekmény, akkor viszont az elkövetőre mindaz valószínű stimmelnie kellene az elkövetővel kapcsolatban, amit mondott, hogy büszke rá, feláldozza magát, nem fut el. Tehát, hogy itt már megint megbicsaklik a történet. Pillanatnyilag, ami ezt a feltételezést elindította, az annyi, hogy karácsony és advent is ott követték el, valószínű szimbolikusan ezen a helyen, nem? Igen, természetesen, amikor elkövetnek egy cselekményt, mindig valami üzenetértéke van magának a cselekménynek. Egy egyszer emberülésnek is üzenetértéke van, hogy hol követik el, az öngyilkosságnak is, a helyszín, az időpont. Itt valóban a szimbólumot támadhatták, a karácsonyt, a keresztény ünnepet, az előkészületeket támadhatták, illetve az embereket nyilván azokon keresztül. Tehát ez tagadhatatlan, de hozzáteszem, választotta valaki célpontul, mert itt sokan vannak, és nem, nincs vallási küldetés mögötte, nincs szimbólum támadás. De akár most az jutott eszembe, hogy
Szóval megbicsaklik, hogy az előbb mondtam, ez az iszlamista küldetés, de lehet, hogy mégiscsak szimbólum volt valakinek, hogy adventista kereszténység, de magányos elkövetőnek. Tehát nem vallási alapon, de valami miatt nem tudom, hogy volt-e ilyen, vagy lehet-e ilyen, vagy mit mond erről a szakirodalom, de hogy valakinek van valami olyan frusztráltsága, ami miatt kimondottan a karácsonyi ünnepen és az előkészületben résztvevő sokaságra vetíti rá a saját gyűlöletét, haragját. Igen, abban az esetben, hogy a depresszius az elkövető, akkor elképzelhető, hogy igen, a karácsony nem sikert neki életében, általában rendszeresen ezért azért talált egy jó okot, hogy akkor a karácsony ünnepét kell tönkretenni valakik számára. Ez is elképzelhető egyébként, mint motiváció. De az is egyébként, hogy valóban valami szervezetnek a tagja, és magányos elkövető. De megnézték azt a helyszínt, elkutatták, ahol lakott annak idején az a fiatalember, akit elfogtak. A menekült szállam. Igen. Azért előbb-utóbb ki kéne derülni annak, hogy beszélt ilyen cselekményről, hogy tervezett, hogy készült valamire, hagyott üzenetet, hogy általában szoktak hagyni képüzenetet, hogy akkor elkövettem ezt a cselekményt ennek és ennek a szellemében. Ezeket szerint ilyen nem találtak. De a kilagatásosan senkit nem tudták arra rávenni, vagy senki nem mondta azt, hogy kérem szépen, az történt, hogy készült rá, csak nem vettük komolyan. A másik kategóriáról, amiről az előbb beszéltünk, hogyha valaki magányos elkövető valamilyen nagyon súlyos defekt hatására követi el a tettét, lásd Breivik, tehát hogy ő is hagy maga után aztán valami értékelhető bizonyítékot, ami arra utal, hogy ő erre készült, még ha a környezetét nem is avatta be, de aztán a személyes tárgyai között, amikor kiderül mondjuk az interneten az érdeklődése, akkor bizony ezek a jelek egy irányba mutatnak, hogy ő erre készült, és milyen alapon készült. Tehát lehet, hogy ez még a jövő kérdése is napokon belül, hogyha lesz valódi tettes, akkor maga gyanúsított természetesen, akkor ha találnak ilyen nyomokat, akkor egyből ki fog derülni, mi volt az indítéka. Igen, általában nem a semmiből születik még egy ilyen ötlet, hogy ilyen cselekményt kéne elkövetni, hanem arra előkészületet kell tenni, tervezni kell, hova megyek, valahol üzenetet hagy, valami nyomokat hagy, érdeklődik, esetleg bátorítást vár valakitől, amennyiben iszlamista lenne is, ilyen küldetése lett volna, akkor bátorítást vár attól a személytől, akitől számíthat erre, beszélgethet ilyesmiről felületesen, vagy akár konkrétan is, csak egymás közt megmarad, de eddig ilyet nem tártak föl. Amit ön olvasott erről a 23 éves pakisztáni származású fiatalemberrel kapcsolatban, abból mit szűrt le? Tehát őt, én valami olyat olvastam, hogy ott egy gyalogos kezdte követni, mert gyanús volt neki ez a férfi, és közben folyamatosan értesítette a rendőröket, hogy merre megy, és akkor nem a közeli parkban, hanem valami 2 kilométerre a helyszíntől fogták el. Nekem olyan nem igazán áll össze a kép vele kapcsolatban, tehát inkább úgy tűnik most, hogy valakinek gyanús lett egy színes bőrű vagy idegen kinézetű férfi, nem? Hát ugye amennyiben nem látta az autóból kiszállni. Hát nem erről szólt a kérek. Hanem valahol észrevett valakit, aki menekül, és a bőre szín alapján, az öltözet alapján azt gondolta, hogy ő lett az elkövető, elkezdte követni. Ez teljesen természetes egyébként, és jó szándék húzódik meg mögött, aki követte, és kérte rendőröket, hogy fogják el. A nyomozás azt gondolom, hogy igen hamar ki fogja deríteni, hogy ő-e vagy nem, illetve ha nem ő, akkor ki más. Az mire utal, hogy akár a magányos elkövető feltételezés szempontjából, akár a terrorista szempontjából, hogy ez egy lopott lengyel kamion volt. Ez a kamion Olaszországból Lengyelországba vitt volna a vascsöveket, árut, és pillanatnyilag úgy tudjuk, hogy a kamion igazi sofőrjét azt megölték, és ott volt a vezető fülkébe. Hát igen, azt gondolom, nem akart nyomot hagyni maga mögött az elkövető, tehát hogy megtalálják a testet, illetve nem szánt időt arra, hogy elássa vagy eltüntesse a testet, olyan helyre vigye, ahol el lehet rejteni, és nem akarta, hogy nyomára akadjanak addig, míg a cselekményt el nem követi, tehát azt gondolom, ez áll mögötte. Ennyi? Ennyi, nem hiszem, hogy más egyéb személyiségtorzulás lenne mögötte. Viszont a kamion sofőrön, az igazi sofőrön, azt is olvastam, hogy azon túl, hogy lelőtte, vágott, szúrt sérüléseket is találtak, akkor ez arra utalhat, hogy ő védekezett? Tehát, hogy ez egy ilyen igazi rabló támadás, dulakodás, aztán megölték, nyomot nem hagynak, berakták, és akkor így történhetett? Hát azt gondolom, igen, hogy talán stopposként szálltott fel az autó, és aztán megtámadhatta valami parkolóban, vagy valahol útközben megállást kért tőle, és akkor eközben megtámadhatta. Nyilván védekezett, nagy testes, úgy olvastam, nagy testű, súlyos
emberről szól a történet, akit megöltek, valószínűleg védekezett, visszatámadhatott, és azt nem tudni pontosan lőtt, vagy szúrcsérések vannak rajta. Én egyik azt olvasom, hogy mindkettő. Mondja, másik azt mondja. Hogy mindkettő. Mindkettő. Uh-huh. Akkor valószínűleg, hogy egy lőfegyver kezdhette, és később fejezte be, de biztos, hogy a kés az sokkal veszélyesebb, mint a lőfegyver támadó eszközként. Súlyosabb sérüléseket lehet okozni egy-egy szúrással, mint egy lövéssel. Hát igen, de az eredmény szempontjából nem... Igen. Hamarabb le lehet teríteni az ellenfelet lövéssel? Annyira hát nyilván attól függ, hogy hol ér a szempontjából, hogy messziről lehet súlyos sérülést okozni lőfegyverrel, a később pedig test közelbe kell menni. Maga ez a cselekmény sor, hogy valakinek oda kell menni, és tegyük fel, hogy stoppol, tehát oda kell menni az út szélére, azzal a céllal, hogy előre elhatározza, hogy én akkor most stoppolok, jó szándékú sofőrrel felvetetem magam, sőt, minél nagyobb jármű álljon meg, nehogy egy személyautóba egy anyuka megsajnáljon és felvegyen, mert az nekem ugye nem jó, hogyha személy. Tehát minél nagyobb legyen a pusztítás, nekem kell egy kamion. Így kiáll valaki az útszélére, megvárja lehető legjobb alkalmat, esetleg öt másikat visszautasít, aki már fölvette volna, kivégzi a sofőrt, és úgy indul a tettét végrehajtani. Hát annyiban gondolom, hogy érdemes módosítani a dolgot, hogy autópályán nem lehet stoppolni. Tehát valami parkolóban vagy üzemmegtöltő helyen kellett, hogy kiszemelje az áldozatát. Mindegy, tehát van egy hely, ahol oda kell mennie. És ott felkérezkedni rá. Uh-huh. Nyilván ezt tervezve csinálta, előre készült a cselekmény elkövetésére, tehát nem egy pillanat által vezérelt indulati cselekményről szól a történet, hanem egy jól megtervezett cselekményről. Azért gyanús ebben a motivációban az is, hogy akkor, ha tervezve követte el, akkor lehet, hogy nem is annyira paranoid álmok az elkövető személyisége, tehát nem egy ilyen elbeteggel van dolga a hatóságnak, hanem mégiscsak valamilyen halucináció, vagy valamilyen, még az se lehet igaz, inkább valami ideológia, vallási nézet állhat mögötte. Ez jellemző tehát a megtervezettség? A tervezettség miatt, bár a paranoid is tud tervezni, tehát az a nincs gond, az intelligencia megtartott egy paranoid elkövetőnek is, de ott az indulati töltetnek meg kell lenni azért annyira, hogy most vagyok dühös, most vagyok indulatban, bár az, vannak ez olyan nem példák tud is. Állandósulni? Vannak, épp ezt akartam mondani, hogy vannak olyan események, esetek a fejemben is, amikor akár napokkal előtte is elkezdi előkészíteni cselekményét. De egyébként ez tényleg, tehát hogy ez így klinikailag abszolút így írható le, hogy egy paranoid elménél az indulat az, ami vezérli a cselekedetét, viszont ez az indulat, ez a magas indulati szint, ez tud állandósulni, és napokig, vagy hetekig, vagy igen, tudom, ez érzelmi stílus kérdés, arról szól a történet alapvetően, hogy a szemlélete az negatív az ilyen embereknek, tehát általában az életesemények negatív oldalt veszik észre, ha pozitív lenne, azt is átfordítják negatívra. És ugyanakkor nem elég rugalmas a személyiség ahhoz, hogy képes legyen megfordítani a történetet, és állandósul benne ez az indulati töltet. De a paranoidoknál kell lenni valami gyanakvásnak, sértődöttségnek, valami olyan, amiben megbántódottnak érzi magát, követhetik, üldözhetik, és tehát kevesebbnek érzi magát, mint más emberek, és ezért bosszút akar állni rajtuk. Most közben mutatjuk mindjárt a nézőknek, és én önnek megmutatom a Reuters élőképeit Berlinből. Az ilyen és ehhez hasonló cselekedetek, amikor ugye nem öngyilkos merénylőről van szó, tehát aki nem úgy indulod, hogy mindenképpen az életemet itt fel kell áldoznom valami magasztos cél érdekében, vagy személy, vagy Isten érdekében, tehát itt egy elmenekült elkövetőről van szó, és hogyha ő utólag nézi, mert nyilván figyelemmel kíséri az eseményeket, hogy ó, mennyi tömeg, és mennyi gyertya, és mennyi áldozat, ez egyébként az egyik cél, tehát hogy utólag kell ezeknek a paranoid bármilyen szakszóval minősíthető gyilkosoknak a visszacsatolás, hogy a tettem az célt ért? És általában a paranoid álmokok a helyszínen szokták végezni, tehát felkínálják magukat, hogy végezzék ki őket, mert igen, nem akarnak tovább élni, igen. Ha elmegyek a helyszínről, akkor nyilván egy darabig élvezheti még azt, ami történt, de aztán, ha van lelkismert fordulás, akkor előbb-utóbb jelentkezik hatóságnál. Nem fogja bírni a paranoidokra ez, tehát nem fogja bírni gyakorlat azt mutatja, hogy nem bírja nem fogja jól bírni a bujkálást. Aha. Annyira erős lesz a félelem, a szorongás benne, hogy inkább most érjen véget, mint még két-három napig bujkálnom kelljen. És akkor nézzük a másik variációt, hogy mégiscsak terrorcselekmény, megtervezetten, megszervezetten valamelyik... Hát mégiscsak szervezett égisze alatt, akkor mi indokolja azt, hogy nem vállalták magukra még a felelősséget, az elkövetést?
Hát ezt nem tudom megmondani, miért nem vállalták magukra. De világos, azt mondtam, hogy nevükbe mondja, tehát hogy mondjuk a gyakorlatból eddig akkor, még akkor is magukra vállalják, nem ők követték el, vagy nem az ő tagjuk követte, akkor is magukra szokták vállalni, jelentkezett be. Hogy miért nem jelentkeztek be, hát ezt nehéz megmondani. Azt gondolom egyébként, hogy ennek akár még politikai színezete is lehet, jövőbeli politikai színezete is lehet, amit én igazából nem fogok tudni jól elmagyarázni. Persze. Tehát békekötési szándék állhat mögött, a kiegyezési szándék állhat mögött, hogy mégse vállalja fel semmelyik terrorszervezet. Mert hogy kivel akar békét kötni? A világgal, azokkal, akik fel akarják számolni az iszlám államot. Aha. De ez megint csak egy összeesküvés elmélet, vagy egy elmélet, ami nem igaz, nem igazolt és nem is száfolt ebbe a pillanatban. Ja persze, hát most megpróbáltuk. Sőt, ha már az elméletnél járunk, igen, akkor azt sem tudom képzelni egyébként, hogy ez szélsőjobbos elkövető van dolga a hatóságnak. Hát igen, mint ahogy már az előbb én említettem Breivik-et, tehát hogy ott is volt politikai, ideológiai eszmevilága, nem is akármilyen annak az embernek, de ehhez nem kellett egy konkrét szervezet, kiképzőközpont, meg nem tudom micsoda, hanem tehát mégis magányos elkövető volt. Ehhez meg különösebben készülőséget csak kamion kell tudni vezetni. Addig a pillanatig még nem törzúz. Úristen, hát kíváncsi őket a következő napokban, úgyis egyre több esemény, illetve hát több információ lát majd napvilágot ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.